Gyerekzsivajtól hangos az Achilles Park, ha az időjárás kegyes lesz, még legalább 2 hétig élvezhetik a vakáció nyújtotta lehetőségeket a fiatalok. Szeptember 3-án ugyanis az ország legtöbb iskolájában becsengetnek, bár a diákoknak még jó pár nap a rendelkezésükre áll, a pedagógusok sok helyen már ilyenkor elkezdik a munkát. Én már folyamatosan dolgozom, készítem elő a következő tanévet, a 2018-19-es tanévet, hiszen augusztus 23-án nálunk már lesz alakuló értekezlet. Általában a 20-e utáni héten, attól függ, hogy mennyi a szabadsága a tanároknak, mi már kezdünk. Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a pedagógusok is most már lehet, hogy mosogatás közben, vagy éppen a napon sütkérezve egy kicsit már arra gondolnak, hogy mi lesz a következő évben, lesz-e új osztályuk, ha új osztályfőnök lesznek, akkor természetesen foglalkoztatja őket, hogy hogyan fog alakulni a gyerekekkel a közös munka. Az idei tanévben nagy változások nem várhatók, azonban az elsősök beintegrálása mindig nagy és szép feladat az általános iskolák számára, nincs ez másként a fekete iskolában sem. Az mindig sarkalatos pont, amikor az elsősök bejönnek az iskolában, hiszen az a játékot felváltja az iskolai élet, de ezt úgy kell elképzelni, hogy nem váltja fel teljesen a játékot, tehát nem színük el az életükből, nem tűnik el az életükből, hanem tulajdonképpen a szabály és a szerepjátékok váltják fel. Arra törekszik minden iskola, hogy ezt az átmenetet megsegítse, hogy zökkenőmentes legyen, úgyhogy szoktatási program van szerintem minden iskolában. Ezek a programok pedig jó alkalmat biztosítanak arra, hogy megismerjék egymást a legfiatalabbak és a tanárok. A pedagógusok felmérhetik a diákok kompetenciáit, és ezzel pedig segíthetik a beilleszkedésüket az új rendszerbe. A füzeteket és tanszereket a legtöbb helyen már beszerezték. Vajon idén nehéz lesz az iskola táska? Én azt gondolom, hogy nem, mert az általános iskolákban mindenki számára ingyenes a tankönyv. Ez azért nagyon megkönnyíti a családok helyzetét. A Győr megyei jogi önkormányzat támogatásával pedig az elsősök ingyenes füzetcsomagot is kaptak. Én azt gondolom, hogy minden iskola törekszik arra, hogy feleslegesen ne terhelje a szülőket. Ez így van a mi iskolánkban is. Már májusban ismerik a füzetcsomag tartalmát, sőt nálunk egy céggel együttműködésben meg is lehet vásárolni ezeket a füzetcsomagokat. Jó hír azonban a diákoknak, hogy rengeteg hosszú hétvége és számos iskolai program töri meg majd a monoton szorgalmi időszakot. Összesen 181 napot kell az iskolapadban tölteniük. Az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én pénteken lesz.